csillagok háborúja rajongó vagyok. Ez a kijelentés talán nem értiteket meglepetésként, de hadd tisztázzak valamit. A szememben a rajongás nem egyenlő a feltétlen imádattal, sőt, pont azért vagyok kifejezetten kritikus a rajongásom tárgyaival, mert szerintem ez egy igazi fan dolga, nem pedig az ész nélküli fogyasztás. Nekünk kell odalépni és felemelni a hangunkat, amikor jönnek a minden sárba tipró midikloriánok, amikor a Mycremet és c 3 val akarják eladni, vagy amikor az ién nézi tehénnek a rajongókat. A videó eredeti célja az volt, hogy bemutassam szerintem hogyan lehetne szarból várat építeni, azaz úgy alakítani át a Star Wars Battlefront 2 lootbox rendszerét és fejlődés rendszerét, hogy az ne arconcsapás legyen, és összességében a játék javát szolgálja ne pedig, mint szükséges rosszként tekintsünk rá. Ugyanakkor a végén higelt érnem arra is, hogy éppen milyen hazugság bullshit védi az IE a védhetetlent. Ahogy a kritikámban mondtam, a mostani felüldésrendszer alapvetően rossz, és innentől kezdve teljesen tök mindegy, hogy éppen lehet-e pénzt költeni a játékban, vagy nem, ugyanakkor a gondolatkísérletemben abból indultam ki, hogy meg kell tartani a lootboxokat. Mert az azokból származó bevételekből lehet folyamatosan fejleszteni a játékot, ezért törekedtem egy olyan rendszer kiépítésére, ahol a kecske is megmarad, és a káposzta is jól lakik. Először is menjen a francba minden kártya, ami statjavítást ad semmi játékmenetbeli funkciója nincs, és teljesen helytelen egy kompetitív játékban. Jól megvan nélkül a Rocket League, a Starcraft 2 és az Overwatch is. Szóval hagyjuk a bullshit és engedjük el ezt a dolgot. Helyette viszont lehetne növelni a diversifikáló kártyákat. Például az tök jó, hogy döntenem kell a sima és a sok gránát között, vagy hogy soti legyen nálam extra kártyának, vagy pisztoly. Ilyen stratégiai döntések nagyon jót tennének a meccsek dinamikájának, hiszen egy jól balanszolt rendszerben folyamatosan cserélgetni kellene egy meccs alatt is a kártyákat, éppen amit a helyzet megkíván. Na, ebből kéne sokkal több, mint ami most van, mondjuk úgy kétszer annyi, és mennyiségben már is kiváltottuk a statokat növelő kártyákat. Viszont ezeknek a kiadását szintekhez kötném, amik pedig csak és kizárólag a meccseket kapott XP-vel lennének növelhetők. Könnyen belátható, hogy egy frissen becsatlakozó játékos még alacsony szinten sem kerül hátrányba azért, mert mondjuk nincs extra pisztolya, viszont ahogy tanul bele a játékba, úgy jön rá a szintlépéseket kapott kütyük használatára. Hátrányba igazából senki nem kerül, de izgalmasabb és változatosabb lenne a játék, plusz azért jó érzés lenne hosszai szintetés után kioldani egy-egy új kütyüt. Ami a lootboxokat illeti, értem én, hogy a létüknek egy célja van a pénzszerzés, ezért ha már muszáj, akkor az overwatch rendszert ültetném át. Ugyan tudjátok rólam, hogy nagyon nem szeretem a lootboxokat és nagyon ellene vagyok, de oké, okay, legyen, itt az a rendszer, amivel szerintem működhet. Feltölteném az egészet skinekkel, emotokkal és nem statokat adó tárgyakkal. Egyrészt tudja, a sima már az előző részben is rengetegféle skinnel rendelkeztek, amiből semmit nem sikerült ide átültetni. Pedig az, hogy nem négyfajta lázadó arc van összesen a játékban, hanem rengeteg különböző fajú és kinézetű emberek és más lények rohangálnak a csatatéren, nagyban növelte a belejelést már akkor is, és ténylegesen adott valamit a fanoknak, amiért érdemes volt farmolni. A klónoknál, a birodalomnál és a droidoknál ez nyilván problémásabb lenne, de szerintem különböző vállapokkal, rangjelzésekkel, festésekkel simán megoldható, hogy ne rombolja az autentikusság érzetét, de mégis elkülönüljön az, amit én nyitottam, attól, amit a szomszéd pistike nyitott. Ami pedig a lázadókat és az ellenállást illeti, abszolút el lehet engedni mindent. Ugye itt szedetvedett bandáról beszélünk, szóval rengeteg variációt lehetne elképzelni a különböző ruháktól, csapkáktól, nadrágoktól kezdve, arcokon, hajstílusokon és fajokon át. A lore nagyon sok mozgásra ad itt lehetőséget, és mivel a gép sorsolja, hogy éppen melyik frakciót kapjuk, még azt sem lehet mondani, hogy a birodalom pártja kimaradának a mókából, mert úgyis mindenki minden frakcióval tolja előbb-utóbb. Ehhez hasonlóan a hajók is kaphatnának extra skineket vagy színezést, esetleg matricákat. Lehet, hogy nem feltűnő a csata hevében, de ezeket ugye amúgy is elsősorban magáért csinálja az ember. És akkor már a fent említett összes skint, meg sapkát, meg akármit lehetne lootboxból nyitni, meg pénzért venni, és már is közelebb vagyunk az OV rendszeréhez, nem pedig lehúzásnak érződik a dolog. Őszinte leszek, én nagyon szívesen farmolnék és nyitnék boxokat, ha mondjuk egy vileket lehetne belőle szerezni, nem pedig 5% sebzést. Illetve az kineket ki lehet terjeszteni a hősökre is, és itt válik érdekessé a történet. Az én elképzelésem szerint a jelenleg a játékban lévő hősök mindegyikének lehetne legalább egy alternatív kinézetet készíteni. Itt ne gondoljatok semmi radikálisra, abszolút lóron belül maradunk, semmi alternatív timeline meg ilyenek, és karaktere válogatja, hogy kinél mit lehet megjátszani, de csak gondoljatok bele. Például Darth Maulnál sok lehetőség nincs egy új skin behozatalára, de akár el lehetne szórakozni azzal, hogy van egy csukjás és egy csukja nélküli verzió. Egyébként Kylo Ren pontosan így működik most a játékban. Van egy csukjás skin és egy csukja nélküli skin. Ezzel szemben Darth Vadernél legalább négy fajta, maximálisan kánon kinézetet számoltam össze. A páncélja mindhárom filmben kicsit máshogy nézett ki, illetve negyediknek én csak beraknám azt a védelt, aki már maga mögött hagyta a Jedi rendet, de még nem véget össze brutálisan a Mustafárom. Lehet, hogy az első három esetben nem feltűnő a különbség, de egy rajongónak sokat érne, adna is hozzá a játékoz, és effektíven nem venne senkitől semmit és ugyanezt el lehet játszani Lejával, Hannal, Lukkal, és Boszk kivételével gyakorlatilag mindenkivel, de még neki is biztosan van valami lore barát alternatív kinézete. A napokban azonban az IE lehűtötte a kedélyeket mondván, ők mindig a lort tartották szem előtt, és ezért nyilvánvalóan hülyeség a skin rendszer, mert senki nem akar rózsaszín Darth védert. Először is kedves seggarc barátom, ha nem akartok Pink Darth ne csináljatok Pink Darth ilyen egyszerű. Kiemelni egy extrém példát, és azzal hitelteleníteni az egész elképzelést igazi sutyó módszer arra, hogy arrogáns bunkóként bizonyítsa valaki az igazát. Másodszor pedig az ii láthatóan magas szarik a lóra. Legalábbis nem értem, hogy mennyire számít autentikusnak védert neki ereszteni Rének a Nabu bolygón. Vagy hogy a császár a Kaminón harcolhat vált válnak vetve Kylo Rennel. Tipikus EA-féle bullshit szagot érzek, ami csak még jobban bűzlik attól, hogy nagyon úgy tűnik, az IE az utolsó pillanatban húzta be a kéziféget a testre szabható karakterekkel kapcsolatban. A neten jó pár felvétel látható a kódban elrejtett customization menüről és az abban rejlő karakterekről, akik valamiért nem jutottak el a végleges játékba. Kérdés, hogyha tényleg eredetiek a képek és az infók, akkor a készítők egy későbbi update-ben akarták behozni ezeket, vagy pedig végül a sokkal jövedelmezőbbnek tűnő plusz statos megoldás mellett döntöttek a skinek kárára. Ahogy látjátok, ez még korán sem lefutott meccs. Láthatóan az IE próbálja parkolópályára rakni a helyzetet, és nem tudja elengedni a pénzért sebzés dolgot. Pedig szerintem a fentvázolt módszeremmel igazából mindenki nyerne. Talán az IE nem keresné betegre magát, talán pont nem tudnám kihúzni azt a kint, amit szeretnék, de legalább nem keserű ízzel, kötelességből bontogatnám azokat az istenverte ládákat.